A Késhegyét figyeljétek, itt leparkoltunk, elindulunk ezen az úton, így végig, eljövünk ide, látjátok? Ide, aztán itt eljövünk ide, ezen a környéken fogunk itt kolbászolni, lassan mutatom, hogy mindenki lássa, aztán tervek szerint valahol itt fogunk visszajönni, ide, és ezen a részen fogunk, a Késhegyét figyeljétek, visszajönni ide, aztán lehet, hogy itt is leszünk, aztán ide, és ezen az úton fogunk itt lejönni. Tehát nem mondom meg, hogy hol vagyunk, inkább megmutatom. Ott a Gergelyhegy, nem ez, hanem az a más. Az mögötte van, ha? Azon nem voltál? Tudom, vittél ma oda? Itt egy gimbal. Ősz van, a tapiskodó örömök holtak, kötött bokával, földmorzsás orral, akár a vércseppentő vadnyulak lógnak. Jöjj el, szabadság, te szűj nékem rendet. Adjon Isten jó napot, ma 2024. október 9-e szerda van. Tehát eljött a szabadságnak a kis testvére, a szabad nap. Eljöttünk túrázni, feltöltődni, mert létem, ha végleg lemerült, kiimád tücsök hegedűt, lángot kilehel deres ágra, kifeszül föl a szivárványra. Na, ennyi verses idézet után, ugye Nagy Lászlótól idéztünk, mehetünk is tovább. Ismét nem mondom meg, hogy hol vagyunk, ez a címből kiderült, de az alcímből láthattátok, hogy megmutatom. A térképen már megmutattam, hol vagyunk, és megyünk az orrunk után, tehát itt vagyunk Hejce környékén, piros nézetjelzésen megyünk fölfelé, Fehérkúti vadászház felé, és a mai napon egy új sorozatot indítok. Az új sorozatnak az előszavát csináljuk ma meg. Földerítjük, hogy lehet-e azt a sorozatot készíteni. Hát így röviden ennyi. Ma nem egyedül jöttem, mind a két kezem szabad. Gabival jöttem, majd ő is beköszön. És a gimbal probléma megoldódni látszódik, mert egy 1000 éves gimbalon van rajta most a kis kamera, a GoPro. Úgy látszódik, hogy eddig jó lesz, csak az a baj, hogy fak nehéz ez a gimbal, ahogy Gabi fogja. Na mindegy, így megyünk, úgyhogy készítjük tovább a videókat, de majd írok a Jézuskának, aztán hát, ha hoz majd egy jófajta gimbalot. Na, így röviden ennyi, mert jön egy autó. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, sziasztok! Megyünk, mert jönnek. Megérkeztünk ide, térképen lehetett látni, hogy hol vagyunk, és én házból nem szaladnék ki, mert engem nem bántana a rongyfüggöny. Egész jól néz ki ez a hóuse. Ivás fog következni, nem ívás, hanem ivás. Ebből a jófajta forrásból merítünk vizet és erőt. Aztán fogunk tovább haladni Regéc irányába. Most már haladunk tovább oda, ahová szeretnénk eljutni. Na, azt tényleg nem mondom meg, hogy hol van. Lényeg a lényeg, hogy megyünk, fölkeressük a barlangokat. Csak ilyen előszó, mert hála Istennek vannak koordinátáim a barlangokhoz, amelyek államtitkot képeznek. Tehát senki ne kérje, kutassa ki, úgy, ahogy én tettem. Na, mint ennyi végül is. Időjárásunk jó, be van borulva.
hőség nincs, eső az csak későbbre várható. A retro gimbal egészen jól működik, csak annyi, hogy egy picikét nehéz. Kíváncsi vagyok, meddig fogja húzni. Ha igen, ez orosz gimbal, szovjet. De a gimbal helyett egy gim jobb is jobb lenne. Vagy egy jobb gimbal. Mondjuk jobb kézben tartom. Észben tartom. Na mindegy. Csapassuk. Ott kezdtem, mesélte, ahol majd te végzed. Múltkor valahol körülbelül itt végeztünk a vasárnapi túrával. Nem a legutóbbi, hanem az előttiben. Na, hát innen már rálépünk a kitaposott útra. Aki itt szeretne bokát törni, annak tudom javasolni Rivnyák tanya innen való megközelítését. Mert én is ott törtem a bokám annak idején, és innen közelítettem meg. Tehát Rivnyák tanya ott van alattunk. És vigyázni kell ott a forrásnál, vagy kút, vagy valami hasonlónál, hogy nehogy elcsúszunk, mert az igen emlékezetes lesz. Gurulgatunk óvatosba, és aki azt mondja, hogy menjünk Rivnyák tanyára, az itt megteheti. Hát itt van Rivnyák tanya, vagy arra felé is el lehet menni. Úgy látom, ez a gimbal sem jobb, mint a többi, úgyhogy ez is. Ez úgy miért nem követ, ahogy mozgatom? Itt vagyunk ezen a réten, nem mondom meg a nevét, csak annyit mondok, hogy olyan, mintha mocsárban járnánk. Ó, úgy föl van itt ázva, de nem keverve, hanem rázva. Már jártunk itt régebben is. Na mindegy, megyünk. Az a lényeg, tele vagyunk ezzel a szárnyas kullancsal, kullancslégy vagy szarvaslégy, vagy valami ez az elnyomhatatlan, büdös kis köcsög, azt ezek megszálltak minket rendesen. Itt vagyunk, a vérkép szerint van út, a papírtérkép szerint. Ezeken a repülő kullancsokon kívül más nincs. Hát itt láthatjuk, hogy van mellettünk egy kerítés, de a kerítésen belül nem láttunk sem utat, sem urat, sem elvtársat. Úgyhogy jobb híján itt jövünk. Hűha! Pedig oda jó lenne elmenni ahhoz a parlanghoz. No de hogy? Láthatjuk, hogy... Mert mondjuk érdekes túra, ó, itt van valami vadcsapás. Hó, ezt nézzétek. Megvárlak! Gabi fél a sűrű sötét erdőben. Mindig meg kell várni. Megvárjuk, ketten jöttünk, leltárban van, úgyhogy nem akarok hiánytérítési kötelezettséget. Na, ezt nézzétek, milyen jó hely ez. Itt valami, mi ez? Nézzétek már valami, patak ez, vagy forrás, vagy hogy hol a bánatban vagyunk. Na ezért nem mondom meg, hogy hol vagyunk. Pedig én tudom. Ó, innen már jobb lesz az út. Innen már szedres következik. Jaj. A muszáj volt bejönnünk ide, mert egy vaddisznó csordával találkoztunk, és egy kondával, vagy valami csoportosulással. Hoppá! Hú, gyerekek! Aztán lényeg a lényeg, hogy... Várjatok, figyelek, hogy hová lépjek. Lényeg a lényeg, hogy eljöttünk az útjukból. Erre kell jönni. De most már ott megyünk majd. Tehát kikerültük azt a nagy vaddisznókondát. Úgyhogy itt jövünk inkább. Hát látjátok, most egy kicsikét kalandosra fogtuk a figurát. Nézzétek csak, milyen jó helyen vagyunk. Találtunk itt valami vízfolyást. Ez teljesen jó.
Nem is gondoltam, hogy itt a erdőben ilyennel találkozunk. Na. Hopp. Ne. Nem tudom, hogy a hang milyen lesz é. Reméljük, hogy jó. És hogy a felvétel is milyen lesz é ezzel a retro gimballal. Az a lényeg, hogy néha elkezd rászkódni. De úgy minden előzetes bejelentés nélkül. Úgyhogy akkor egy kicsit gázgéze a helyzet. Na mindegy, hát ez van. Nincs más, halkan suhog a korbács. És már úgy bejöttünk, hogy azt sem tudjuk, hogy péntek van-e vagy szerda. Tényleg milyen nap van ma? Talán szerda. Tehát szerda egy jó nap, majd dolgozunk holnap. Ha-ha. Még mindig? Várjál, most már egész jó helyen vagyunk. Jó, jó. Na mutasd, mi gombát találtál. Nem ilyet kell, ilyet kell, csak jó. Ja, jó. Mutasd csak, mit találtál. Keressél. Azt a mekkora. Csak ami még jó, olyat kéne keresni, meg ilyet. Ja, értem. Na. Az jó. Ez milyen gomba? Jó. Finom. Finom. Nem mondom. Hát mindenki keresse ki. Hát ez a mai ilyen titkos túra. Na gyertek, menjünk itt tovább. Ha nem tudunk semmit, nem égetjük magunk, hadd higgye azt mindenki, hogy nagy okosok vagyunk. Topó Neurok Társulat. Egyik meghatározó zenekar. Ú, de szeretem, azt a de jó zenét játszanak azok. Kék a szemem, originál nem üveg, védi azt egy polaroid szemüveg. Ha mondom, hogy ez a legjobb gombázó hely a világon. Ez egy titkos gombázó hely, még a gombák sem tudják, hogy létezik. Na, és megérkeztünk ide a patakhoz, át kell kelnünk a patakon, és valahol ott a másik oldalon lesz az a barlang, ahová igyekszünk. Itt van egy olyan gomba. Jó, ez nem olyan. Mindegy. Ú, gyerekek, ez a rengeteg apró bogár légy, vagy az Isten ez a... Hát ez valami borzasztó. Pedig itt csak folyóvíz van. Hát ez az, hogy megmosakodtam. Lehet, hogy az volt a baj. Nézzétek, ilyen, ez a, nem lehet elnyomni. Aztán ez belement a hajamba. Muszáj felvenni a zsopkát. Na, ez a Péter László patak. Ezt nézzétek, ebből a sok sziklából jön a víz. Csorog és csörög. Mi pedig csorogjunk tovább ott szemben lévő oldalra. Azért jó jönni Gabival túrázni, mert nem kérdőjelezi meg, hogy miért erre jövünk. Tehát nem nyafog. Hogy ide, tuti, hogy nem megyek föl meg, nem megyek ide be meg, hasonló. Ó, hát az... Jó, hát az más tészta az. Más tészta, de ezt nézzétek meg, megérkeztünk ide gyönyörű helyre. Jó. Na, ezt figyeljétek, milyen jó helyen vagyunk. Sziklafal, hegyoldal, mi egymás, ott mellettünk az az imént említett patak, és ezt figyeljétek. Itt van a koralgomba, én elneveztem annak, ezt figyeljétek. Ezt a nagyot mutasd meg, miért ezeket végig. Júj, basszus, mekkora. Ennek kilója 1000 euró. Úgyhogy megkerestük a gimbalra valót. Ezt figyeljétek. Júj. Ó, gyerekek. Valami nem jó. Na. Úgy látom, ez a gimbal sem lesz már nyerő.
mert ez is félre van. Tehát ez sem jó. Retro gimbal sem nyert. Szerencsétlenkedés, ez az egész úgy, ahogy van az. Na mindegy. Menjünk. És most már figyelni kell, valahol itt lesz az a barlang. Mekkorát kell keresni? Olyan másfél méter a bejárata. Igen. 2 méter 60 centi hosszú. Tehát egy lyuk. Igen. Olyan, mint az Aranyosi völgy fölött, a medvebarlang, az a 40x40-es bejáratú. Én meg se találtam azért. Ha, és ezt nézzétek, itt mindenhol gomba van. De zsír, a gombából kinőtt a gomba. Ezt figyeljétek mi. Hű, de komoly. De nézd már. Hoppá. Ez büffa gomba. Megismerem. Én már ettem ilyet. Nagyon ízletes. Mutatom, hogy hol vagyunk, mert elég érdekes a hely. Na, tehát ott velünk szemben folyik egy patak. Itt mellettünk ez a hatalmas... Megvan. Micsoda? Az az? Hát nem látod? Ja, jól van, akkor oda le kell menni, majd megkerüljük. De hol? Itt visszalemegyünk, ezt nézzétek. Ezt a magasságot. Édes Istenem. Erre milyen magas. Na most megpróbálom meg, hogy hova hoztál. Na? De szerintem az az? Az lesz az. Hú, gyerekek! Hát csak csodálkozunk, mert itt vagyunk fönt, ahol már a fák elágaznak. De hogy jöttünk fel ide? Én nem tudom. Figyelj, csak itt egy fáin időkapu nyílt. Hát csak megmutatom, mi van itt a hátizsákod. Láttam. A hátizsák a gomba mellett. Ezt nézzétek. Hú, gyerekek! Ez valami csoda hely. Na? Doktor úr, hová hozott tíkteket? Csak hogy megyünk le? Hát, figyelj, van itt egy nagyon gyors út, itt biztos, hogy nem megyünk le. Nem. Na, megkerüljük. Megkerüljük. Ez azért gyorsabb, mert mélyebb. Most igen, mélyebb. Igen, igen. Figyelj, erre közelebb, arra meg hamarabb. Na mindegy, ereszkedjünk le, ott van lent a barlang. Na, jó, persze, ez nem karsztos barlang. Ahogy valaki azt gondolja, mit akarsztok itt? Nézzétek, ilyeneket szedünk ki a fejünkből eszni. Valami jár a fejemben, hát tényleg. Hú, basszus. Itt nem. Ki mondta? Én. Ott van egy síremlék. Hű, de jól adja. Ó, ott nagyon meredek te. Nem, hát itt megkerüljük, né? Ott van az út, ott né. Ott megy az út. Út. Útot. Na, itt le, akkor itt jó. Aha, itt lemegyünk. De itt még semmi nincs, ott meg olyan? Persze. Na mindegy, majd lentről is megmutatjuk, mi hogy mi a pálya. Menni? Igen, Zoli nem jött velünk, mert tegnap hova ment? Behívták szolgálatba, plusz dolgozóba, és ma még van egyéb dolga, elfoglaltsága, úgyhogy ezért nem jött velünk, kimarad a jóból. Ezt figyeljétek, milyen jó helyen vagyunk itt. Hú, gyerekek! Ez valami csoda jó hely. Nem is tudni, hogy van ilyen. Ha én nem vagyok, akkor nem is tudjátok, hogy ide el lehet jönni. Ó, ott a barlang, basszus! Hát ott egy csomó. Na, várjatok! Ho-ho. Gyerekek, ez aztán a jégkori forma. Édes Istenem! Na, nézzük csak meg gyorsan. Én, mint okleveles, apá, barlang kutató és érdeklődő. Opa, na, nézzétek. Hú. Ezt tényleg nem mondom, hogy hol van, nehogy elkezdjetek ide járni. Láthatjátok, hogy milyen könnyű megközelíteni ezt a helyet. Hoppá! Hú! Ezt nézzétek! Hú. Itt tele van barlanggal, itt van még mellette egy jó pár.
Annyi, hogy ki kell nyomtatni a barlangneveket, barlanglistát frissíteni kell, mert tegnap délután akadtam én rá a koordinátákra, csak még 5 órától rendeltem egy szűk 2 órát. Nem magánrendelés volt, hanem rendes hivatalos, úgyhogy na, megyünk oda ahhoz a barlanghoz, és megnézzük, hogy mi a pálya. Hoppá! Ennek a tetején, ezt nézzétek. Várjatok. Annyi, hogy a képből most nem sokat látok, mert képtelen vagyok, hogy nézzem a képet. Azt a mekkora sziklafal. A Nagy Szikla Vasúttársaság. Várjatok, egy kicsikét eljövünk ide. Annyi, hogy mi azért jöttünk ide, hogy összeszedjük a szemetet. De úgy látom, hogy itt no szemét. Nincs itt senki. Nincs szemét, épp azt mondom. És van itt is egy barlang, egy ilyen átjárós, kinézős. Jól nézünk, Miki. A jóképű Miklós, jól nézünk, Miki. Oh, na majd várjatok, valami Nagy László idézettel fogjuk folytatni. Nem sokára itt vagyunk. Kell neked a Tátrába menni. Hát neked? Ú, basszus, milyen barlang van itt. Várjatok. Megérkeztünk ideni. Nézzétek. Vigyázz, hoppá. Kár, hogy nem jött Zoli, mert ez remek bivak hely, én pedig remekül otthon hagytam a lámpát. Ó, basszus, de kell. Na, ez az egyik barlang. Ah, nekem szegény telefonom van, azon gyertya van. Meg erős? Nézzük meg akkor. Na nézzük, mit világít Gabinak a fónja. Nem sokat. Ez világít csácsok, az jó az, hogy kivilágosítjuk egy kicsit. Fölfelé, még... Hát már hova? Még most lefelé, most egy kicsit balfelé, úgy egy kicsit lefelé. Ennyi. Ha jön a világégés, mi már jó helyen leszünk, az biztos. És megyünk a következő barlanghoz. Hoppá, hoppá. Új, várjatok. Jaj. Hú, ez itt már egészen komoly. Hoppá. Tehát az a lényeg, hogy majd ki fogom számolni mindegyiknek a koordinátáját, mert EOV formátumban van meg, és átalakítom WGS valamire. Na ez a következő ilyen lyukszerűség. És az előbb ott voltunk fönt, azon a sziklaszél. Én nem érzem. Nem én vagyok ilyen dögbüdös? Nem. Nem. Akkor nem tudom. Ho, oh. Elvileg valami hasonló. Na, esik az eső. Ez pont jól jött most. Hát itt a sziklákon pont. Hát, hogy írta Nagy László? Kutya a föld, ebb az ég, sehol semmi menedék. És ilyen, ott abban valami lakik, hogy úgy kéne járni. Aha, ez talán Rókás barlang, vagy valami hasonló a neve. Most már egyet nem tudok, hogy fogunk innen visszamenni. De merre kell menni tovább? De hát, szerintem először álljunk be valahová. Gyere. Megnézni, hogy hol vagyunk. Jó, hát itt. Látom én. Várjál. Ott lakik valami abban. Az tuti. Szerintem egy vadmacska. Akkor mindjárt megnézzük, hogy mi van még itt a szomszédban. Azt itt egy másikni. Mi? Barlang. Mielőtt leereszkedünk oda a Gönci-patak völgyébe,
még megmutatom mai napon utoljára ezt a nagy sziklás részt. Jó helyen vagyunk, mert valahol itt van ez a rókás barlang. Majd úgy tervezem, hogy ahogy mondtam, kiszámolgatom én ezeket a koordinátákat, aztán átalakítom rendes koordinátára, és vissza fogunk jönni ide, majd mutatok alaprajzot, mi egymást, metszetet. Ú, basszus, várjatok! Azt a mekkora lyuk van ott. Hű, de jól adja. Hát, ha jól emlékszem, itt van a cseresznyi és barlang is. Persze, ne olyan barlangot képzeljünk el, mint a bükkben, hanem általában ezek ilyen-olyan, amolyan hasadék barlangok. Nem hiszem, hogy oly sokan jártatok ezen a környéken. Szerintem nem. Na mindegy, a mai napunk főcsapás iránya ez volt, akár mehetünk is haza. Itt fogunk leereszkedni, a gimbalt kirakom a kezemből, mert körülbelül ez így, ahogy van, mennyi lehet, vagy 80 deka, úgyhogy megyünk le. Még egyszer visszakukkolunk, és ezt látjuk. Fú, de jó helyen vagyunk. Nem gondoltam, hogy itt az emplénben vannak még ilyen helyek. Na mindegy, mehetünk le. Még mindig itt vagyunk a barlangoknál. Odafönt ígértem, hogy fölolvasok nektek valamit, csak megzavart az eső. Törödödödödödödö. Kicsit balra áll, nem baj? Az azért van, mert hegyoldalon vagyunk. De amúgy nem áll, az úgy elvileg viszintes. Elvileg. Na nézzük. Ahogy elkezdett esni, rögtön eszembe jutott ez az idézet. Kutya a föld, eb az ég, sehol semmi menedék. Ne is akarj menedéket, amíg benned zeng a lélek. Most rúgjon a sarkad szikrát, égesd el a világ piszkát. Aki bírja, kipirosul, még a csúf is kicsinosul. Na mi is kipirosodtunk, ahogy itt fölmentünk, aztán leereszkedtünk. Folytassuk tovább e remek idézetet. Forgasd ide oda is, lángoljon a szoknya is. Elköltözni csúnya volna, deszka közé csomagolva. De szépen megvan ez fogalmazva. Mert mi bennünk zeng a lélek, minket illet ez az élet. Folytatom tovább, mert ez is idevág. Oda menjünk, ahol kellünk, ahol nekünk öröm lennünk. Nekünk itt öröm volt lenni, igaz? Igen. Igen. Hát ezen a részen még soha nem jártunk, és örülünk, hogy meg tudjuk véletek is osztani ezt a részt. Na! Aki minket meggyaláz, fárassza el azt a frász, jó habosra hajtsa meg, talomnak se tartsa meg. Aki minket meggyaláz, gyötörje meg azt a lázt, pokol legyen alakhelye, égjen el a tüdeje. Röviden ennyit tudok mondani azoknak, akik minket meggyaláznak. Tehát Nagy Lászlótól hallottunk idézeteket, szerintem már. De meg mivel hordtak ide ennyi követ? Mivel tudták, hogy jövünk túrázni. Na. Hát így ereszkedünk itt lefelé. Jó volt ez a hely. Mondom, majd visszajövünk, elindítjuk azt a sorozatot. Hú, nézzétek ezt a... Már majdnem ilyen karmezőszerűség. Na nem baj. Itt az egész erdőben olyan dögszag van. Hú, basszus. Na itt lehet valami megdögölve. Hú. Megdöglött a jó kedvem. Na, keressük csak meg. Hát, ha van a GPS-en, hogy bejelöljük egy poinak. Mi lehet itt megdögölve? Ilyen büdöset? Fúj, basszus. Ez nagyon kellemetlen. Aha. Majd hát, ha találunk megint egy szarvast, mint az akteleki karszton. Na, akkor majd levágjuk. Hát, az nem, bár mondjuk az is már
Fú, de dögszag van. Édes jó Isten. Fú, gyerekek. Ah. Ajajajajaj. Nem tudod meghatározni, hogy hol van, mert nem áll a levegő. Aha. Na. Gurulunk lefelé. Itt vagyunk ezen a gyönyörű helyen. Őszi erdő, itt már úgy, ahogy kezdenek sárgulni az levelek, és mindjárt mutatom, hogy hová érkeztünk meg. Annyit elárulok, hogy ott a távolban van egy etető, akkor itt pedig egy hadászles. Hát ennyi. Nézd csak! Ó, ott mi? Az tuti, hogy lila pereszke. Hát ettől liláb. Ott egy, kettő, meg még ott is van egy gomba. Majd megnézzük, én nem ismerem, de mindjárt összeszedem, hogyha... Na. Majd mit találtál, mutass? Nem mondom meg. Aha. Zsír. Na. Mindjárt. Aha, itt vagyunk mi. Itt van a Gönci patak völgye, mindjárt mutatom, hogy hol lehet megközelíteni ezeket a barlangokat. Persze, csak annak, aki ide érdekel, mert tehát ebben a völgyben többször is jártunk, legutóbb tavaly tavasszal, amikor elmentünk egy olyan helyre, hogy aranybánya, az lehet, hogy arra volt, nem? Tudja az élet. Vagy, na mindegy, az a lényeg, a Dróthegy környékén kolbászoltunk akkor. És láthatjuk, igen, hogy itt ágyúval is lövik a nagy vadakat. Itt egy ágyú. Jaj, nem ez sorompó. Akkor menjünk lazában. Azért itt olyan zöld még az erdő. Tartják az eget a fák, ahogy szoktam mondani. Menjünk, a vadászháznál fogunk epételni. Megnézzük, mi a mai menü. Hú, ez milyen fa? Bükkfa? Az hát. Jó, azt a mekkora. Nem-e? Pedig itt jöttünk. És majd itt is kell felmennünk valamikor. Majd. Majd balra, ha, de ez is egy szimpatikus út, ezt a részt is szívesen megnézném. Bár én már jártam itt, mert itt egy úttal följebb arra van hollókő, meg fenyőkő, meg mi egymás. Tehát bohórét is ott van fönt. Itt vannak fönt a 900-as csúcsok, 900-as, a 700-as csúcsok, Hemzsőbérc, Bohóhegy, Hemzsőkő is ott van, és Reszeltbérc is. Hát ezt a részt itt már bejártuk egyszer, kétszer, háromszor. Haszta, mekkora sziklafal! Úristen! Haszta, de zsír ez a fal! Édes Istenem! Nézzétek már! Ha. Ú, de sötét! Jaj, most már nincs sötét! Na! De érdekes ez a patakmeder! Nagyon érdekes. Hát gyere, nézd meg, ez egy komplett sziklafal. Látjátok itt ezt a pókot? No, de ez honnan jött ez a pók? Vagy mit csinál? Vagy? Olyan magas volt. Az hogy? Hát itt van, várjatok, itt van fölöttünk egy fa. Úristen! Melyiket? Hát itt van, né? Azt látom, ott. Hogy a fa. Melyiken van? Édes Istenem, mire ez vissza hazamászik, lemegy a nap. Ahová most megyünk, majd utána még egy barlangot szeretnénk megkeresni.
arról viszont nem találtam leírást. De lehet, hogy csak a koordináta van elütve. De jelzi a térkép, hogy van ott valami barlang. Valóban létezik-e, vagy nem? Hoppá, ott is egy. Aha. Tényleg ott Zoli el tudna bivakolni. Megfürdik a patakban. Ott összehúzza magát. Na ott tartottam, én már jártam úgy, hogy akartam barlangot keresni, mert láttam a vérképen, hogy ott van koordináta szerint, de nem volt ott semmi. Nagyon jó nyugika van itt ebben a völgyben. És nézzétek, hoppá, antigravitáció. Hojó. Na, látni? Borul megint. Hát azt mondtok 9,5-nél, hogy 1 kilométer. Megálltunk itt eszegetni. És most mit hoztam enni? Sikerült kigyógyítani magam a mákos és almás leveles függőségből, úgyhogy ma másfajta égsüteményt hoztam. SP sajtos pogácsa, és még hoztam dupla csokis rudat, szokásos öröt is hoztam, és neked mi a kajcsád? Várja, közelebb tesszük. Úgy megsértődtél, hogy meg sem mutatod. Hangosabban mondja. Azt hittem, úgy megsértődtél, hogy meg sem mutatod. Igen. Tonhalas szendvics, de eltakarom a márkajelzést. Igen, igen, igen. Meg. Dobozos. Dupla dobozos. Az igen. Kávé. Hű. Meg kóla. Cseresznyi és kóla. Azt a betyárja. Hát ennyi. Igen. Ennyi. Már nem mutatunk izét. Reklámot. Mit? Reklámot. Na, így telnek itt ebédelési perceink. Egyetek ti is valamit. Jobb étvágyat. Itt kajoltunk ennél a medvekasi vadászháznál. Abból az irányból jöttünk, és megyünk fölfelé. Majdnem sokára el kell térnünk. Itt a Sírhegy környékén fogunk menni. Annyi, hogy elkezdett picikét esni az eső, de már megint abba hagyta. Hát most kicsit... Bizonytalan ez az időjárás. Ezért az idő helyett mi járunk, és kelünk. Reggel felkeltünk, és utána járunk egyet. Na mindegy, megyünk tovább. Nem sokára itt bal felé fogunk ordulni, és nekivágunk. Ha nem esik, akkor megpróbáljuk megkeresni a másik parlangot. Csábítanak ezek a régi elhagyott erdészeti utak. Nem, majd kicsit messzebb. Ezen is úgy fölmennék, csak az a gáz, nem tudjuk, hogy van-e vége. Komolyan mondom, ilyen helyeken a legjobb túrázni, jelzetlen utakon. Megyünk és megkeressük azt az utat, amelyiken nekünk föl kell kapaszkodnunk, és szerintem meg is érkeztünk, ez lesz az az út. Talán. Itt mentünk át egyszer úgy, hogy a favágók segítségével,
akkor itt egy Lada Nivával sikerült átkelnünk. Persze akkor a patakvize is sokkal nagyobb volt. Na nézzük akkor, mit mutat ez patak. Azta de jó! Hogy szoktam mondani, ez még a hagyományos patak. Tehát a magasabb pontról folyik az alacsonyabb pontra. És ott van egy hal. Egy hal. Ottni. Mert ez a mai túránk átkelő pontja. Na, hát így. Azt a kutyafarkát rá ne lép. Arra a kőre. Arra a mohásra. Csúszik, mint a 3,14 csa. Na, majd megyünk itt vagy egy jó 500 métert, és akkor fogom megnézni a térképet, hogy tényleg jó helyen vagyunk-e. Hát addig még van idő. Szerintem jó. Itt szoktunk fölmenni. Nem kell. Miért nem hoztad el a gimbalod? Onnan jövünk lentről. Ott folyik a patak, és onnan jövünk. Még mindig fölfelé megyünk ezen a jófajta úton, ahogy szoktam mondani. És figyeljétek csak meg, innen jövünk lentről, ott húzódik. És valahol majd... Ó, de jó pizzakő, ezt nézzétek. Pizzaköves hely. Na hát, ha látnánk itt egy körülbelül 30 cm átmérőjű pizzakövet, akkor vinnénk. De eddig nem látok. Gabi gombát néz, én pizzakövet. Na. És valahol a térkép szerint itt van a barlang. Valahol, de nem tudjuk megközelíteni. Ők azt írták, hogy Pálos kolostorok környékén mindig van egy barlang. És ugye a Gönczi Pálos kolostornak a romja az nem messze van ide. Na, nekünk valahol majd itt kell fölfordulnunk. Jobbra fordul a sorsunk. Mindjárt mutatom a másik oldalt. Most a másik oldalt mutatom. Na, mára is meg lesz a fölmegyünk, lemegyünk az edzés. Igaz a szerencse, hogy jó időnk van. Hú, de komoly sziklák vannak itt. Ebből az irányból jövünk, és nekünk valahol itt kellene fölkapaszkodnunk. Á, szerintem ez... Elmenjünk? Én felmegyek. Tudod. Az okés. Csak hogy jövök le? Hát ez az. Vagy ugyanerre le? Ha elmegyünk arra, tehát ha nem, én megnézem, hogy arra mi van. Szerintem ott még meredeket. Mert ez itt az Annapurna. Ilyen leszakadás. Annapurna. Zoli mit mond? Annapurna? Annapurna. Mert ott már többször volt ő. Aha. Igen.
Nézd csak! Fel lehetne nyomot lépni. Na, akkor hamot fölmegyünk. Persze, csak úgy, hogyha cseréltünk egy akkumulátort. Ó, de nézzétek már! Hát itt is meredek. Édes Istenem! Akár itt is föl lehetne. És itt még van lépcső. Aha. No? Még ott van, hát menjünk. Ide fölmenni szinte képtelenség. Most jöttünk vissza. Az a gáz, Géza, hogy ez az apróköves hegyoldal, ez, hogy így megállunk egy helyben, már akkor is csúszunk vissza. Tehát ha onnan, mondjuk föl is megyünk odáig, megindulunk itt lefelé, hát lehet, hogy még itt az úton sem állunk meg, hanem egész oda lecsúszunk. Hát ez elég gázos, úgyhogy... Igen, tehát odáig a fáig, oda sem tudtunk elmenni, mert annyira csúszik ez. Ez az apróköves, ez nem. Még egyet lehetne, hogy fentről az erdőn keresztül leereszkedni, mert ahová megyünk oda a Zoli forráshoz, onnan jobbra leereszkedni, ott a gerincen ottni. De még nem is biztos, hogy ott van az a barlang, mert mondom, én már jártam úgy, hogy kinéztem, van ott barlang, a vérkép szerint volt, aztán nem volt ott semmi. Még a környéken sem, mert az egy mezőre mutatott. Na mindegy. Hát menjünk. Kíváncsi leszek, hogy muzsikál ez a gimbal. Mondom, ez egy retro gimbal. Van már vagy 10 éves. Mert ha tudnám, hogy ez nem romlik el, vagy 3-4 évig, akkor azt mondom, hogy jó. Hú, basszus, esik az eső. De még szerencsé, hogy csak ez az apró szemű eső esik. Édes Isten, ezek a magas fák, ez... Na, nem itt lesz az Zoli forrás? Még úgy lehetne elmenni a barlanghoz, hogy itt valahol fölmenni, és úgy ott a hegygerincen leereszkedni. Hát sajnálhatja Zoli, hogy nem jött velünk. Ó, rengeteg. Ha. Innen jövünk. Fölhívom a figyelmeteket erre a nagy hegy ódalra, meredekségre. Valahol itt járunk téglás kő alatt. Édes Istenem, ezt nézzétek! Azért jó ez az apró szemű eső, mert nem esik be az eső ide az eső erdőbe. Zalamandra? Jújjúj! Hello! Aha, ott vanni, látjátok? Milyen szép, jó, de gyönyörű. Aha. Igaz? Ez aranyos. Szép. Aha. Na, bújj el, tesó. Figyelj, nem tudod, hogy lehet fölmenni oda a barlanghoz? Ha valahogy ilyen tempóban megyünk mi is. Na. És azt mondta ez a foltos szalamandra, hogy nézzük meg inkább ezt a hegyoldalt, hogy mi sziklás a barlang helyett. Hát, szófogadóak vagyunk, befogadtuk a szavát, és megnézzük. Jó, de jó, belemegyünk a felhőbe. Jó, de jól néz ki, nézve. Olyan ködös. Hát igen. Egy kis napsütés. Na de hova az a sok napsütés? Elég volt nyáron. Aha, meg is érkeztünk ide a Zoli forráshoz. Ezt még tavasszal neveztük el Zoli forrásnak. Ő még ivott is belőle. A tavaly tavasszal. Még ivott is belőle. Lényeg a lényeg, ha most azt szeretnénk, hogy fölmenjünk abba a
ködös felhős részbe, akkor nekünk itt kellene fölmenni. Mert aki itt fölmegy, az belecsatlakozik a piros jelzésbe, amely a Fehérkúti Vadászház és Amadé vár között húzódik. És, hogy? Aha, arra mentünk a múltkor. És láthassátok, hogy most már itt párás, ködös időnk van. Mennyi a van ott? Ja, egy pár a van ott. Na, pár a van ott. De azon a fán van egy A betű is. Na, menjünk. Itt aztán még van egy kis dolgunk. Már nem sok. Így röviden ennyi lesz. Visszamegyünk, lemegyünk és be is zárjuk majd a túrát. Lényeg a lényeg, hogy... Hát még lefelé egy másfél óra. És az a lényeg, most vagyunk körülbelül tégláskő alatt, úgyhogy amit az előbb mondtam, azt vegyétek semmisnek. Hát itt van fölöttünk tégláskő. Tégláskő honnan ismerhető? Zemplén 700-as csúcsai. Na, hát ennyi. Azért erősen esik ez az eső, úgyhogy majd lefelé el kell csomagolnunk a kamerát. A média mod az nem, mert abban ott vannak a csatlakozók. És még ez a lényeg, szerintem nem fogunk kimenni Sólyomkőre, így fölösleges, mert láthatjátok, persze. Tiszta merő köd az egész. És ez a gimbal sem működik. Aha. Jó mutatom? Várja. Aha. Az jó. Aha. Az jó. Én megpróbálom, ott van a képernyő közepén az jófajta szikla. Hát, ha innen valamit föl lehetne venni. Jó, de jól adja ez a ködös. Édes Istenem, de jó, ezt figyel. Jó. Legutóbb talán a Borsóhegyen jártam ilyen időben. Hú, de jól adja. Gyerekek. Ha, sikerült kifogni megint egy jó napot, egy jó túrára. Ebből az irányból és abból a ködös párás erdőből jöttünk ki. És még mindig itt vagyunk tégláskő alatt. Hú, de jó, ne nézzétek már itt már. Itt már nincs köd, de zsírság. De azért Gabi szedett egy szatyorgombát. Az igen. Van vagy 5 kg per szatyor. Dehogy. Másfél kiló. Akkor már leszakadt volna. Másfél kiló, basszim, vagy fél kiló, ha van. A szatyor. Fél kiló. Fél kilocskát. Csak a kukacosat szedte össze. Ja. De megmutatjuk a kollégának, aki gomba, hogy kell mondani, vagy szakértő, vagy szakellenőr? Gomba szakértő. Szakértő, vagy szakellenőr, vagy igen. Vizsgáló, mit tudom én, mi a neve? Ahogy szoktam mondani, egy raklapnyi, júj, mekkorát ugrott ott. Még muflonok szaladtak itt előttünk. Az utolsó 8-at lett. Voltak körülbelül, vagy 20-an. Na itt vagyunk most, kézből tartom meg a kis kamerát. Hát eléggé érdekesen nézünk ki, egy kicsit deltásan. És már elkezdett esni a eső. De úgy igazából. Időjárás előrejelző azt mutatta, hogy délután 2-kor fog esni. Ehelyett már déltől esett az eső. Kettes van benne. Na mindegy, menjünk. Csak így egy kicsit megmutatom, hogy mi a pálya. Ó, pont jó helyen álltam meg. Na, megérkeztünk oda, ahová délelőtt lementünk. Ugyanis ebből az irányból jöttünk, így itt vártam arra, hogy megöljenek a műhógyelek, és itt mentünk le a nagymocsaras rétre. Most pedig... Oh, honnan jöttünk? Aha. És most arra megyünk? Nem. Ha nem? Arra egyenesen. Ugyanúgy? Erre van Rivnyák tanya. Ja. Ide le tudnánk menni Rivnyák tanyára, de oda
Most nem megyünk. Ó, ez az apró szemű eső esik. Arra nem közelebb. Az nem is esik útba. Ja, hát akkor meg hol? Vetünk. Pedig még akartam hozni a drónt is ma. Nem nekem van drónom, hanem egy kölcsön drón. Na de nem hoztam. Tudtam, hogy esni fog. Két évvel tudtam. Innen jöttünk. Könnyű megjegyezni az utat, mert ilyen kidőlt fa van itt mellettünk. Meg elágazás, igen. Na, ha itt mennénk tovább egyenesen, akkor egyenesen, ha jobbra mennénk, itt vezetett egész régen a veres jelzés. Ez megy fölfelé Cicis réthez, oda nem megyünk. Van itt egy út, körülbelül ott, el lehet menni Fekete kő felé, arra sem megyünk. Mint mondtam, megyünk lefelé ezen a jófajta köves úton, hogy ne ízezzük már még jobban össze, mert... A Fekete kő az az, amelyik, ahol voltunk? Igen, először? Ahol van az a bivakhely is. Ahol vittelek én először téged? Igen. Jó. Tudom. Innen jövünk, visszaérkeztünk ide ehő a vadászházhoz, megyünk lefelé Hejcére, szoktatjuk szemünket a téli ködös időhöz. Innen még egy laza óra lefelé, aztán annyi autóban majd értékelünk, addig pedig majd valamit csinálunk. Tehát a mai túrán, hogy hol voltunk, nem mondtam meg az elején, de megmutattam a vérképen, és útközben is mondtam, hogy merre mentünk, hol voltunk. Na, jó lesz ez a barlangos sorozat. Ma megnéztük mi a rókás barlangot, de van ott mellette még cseresznyés barlang és mi egymás, tehát oda még vissza fogunk térni. Valószínűleg nem innen, hanem nem innen fentről téglás felől, meg Nagymocsáros rét felől, hanem a Gönci patak völgyéből fogunk fölmenni ott annál a jófajta vadászlesnél. Aztán majd van itt még barlang bőven, megnézzük azokat is. Na, hála Istennek, hogy semmi bajunk nem történt ezen a túrán. Időjárásról is elmondhatjuk, hogy kitartott. Igaz, egy kicsit a ködben ott esett az eső, meg ott hol? Cicés rét környékén, Nagymocsaras rét környékén úgy óvatosan esett az eső, kezd bepárásodni a kamera, várjatok. Lényeg a lényeg, lementünk akkor Medvekashoz, Medvekasi vadászháznál ott elfogyasztottuk ebédünket, és akkor ott a Sírhegy mellett azon a szokásos úton fölkapaszkodtunk ott téglásköv alja érintésével vissza arra az útra, amelyikről Nagymocsarasnál letértünk. Hát röviden ennyi volt ez a túra. Neked hogy tetszett ez a túra? Tetszett. Jó, volt a szokásos Na. doktor túra. Akkor jó. Csak jó. Berágott a doktor rám. Igen, mert jó szívvel készítem, erre Gábor engem kiröhög. Azt mondta, hogy szavaló versenyre nem menjek, holott én nem szavaltam, csak felolvastam. Jó van már, mondtam. Na, tehát legközelebb nem jön ennyi. Így röviden. Na, köszönöm szépen Patreonos támogatásokat. Úgy látszik ez a retro gimbal, ez úgy, ahogy bírja. Csak annyi, hogy van nehéz. Mert maga a gimbal az talán 80 deka, meg még plusz rájön 15, az már 95 plusz a mikrofon, tehát így egy kilót hordozok itt a jobb kezemben, amit érzek is a vállamban. Na hát, nem baj. Majd Jézuska, hát ha hoz nekem egy jófajta gimbal, de olyat, ami nem romlik el, és nem kell fél évente újat vásárolni. Na, így röviden ennyi. Az Isten áldjon meg mindenkit minden jóval, majd találkozunk valahol, valamikor. Ne feledjétek, legyetek jó magyarok, és tartsatok ki. A mai túra véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Csákány. Viszlát és légy vagány.